Gyakorlatilag azért, mert nem igazán tetszett az a irány, amelyre az internet halad, az, hogy mindenki igazából most már a cloudra épít, senki nem akar a saját szerve, mindenki Microsoft, Amazon, Google szerverre épít, és a internetes weboldalak biztonságát pedig úgy fogják megoldani, hogy hogy a titkosításhoz használt privát kulcsokat átadjuk egy központi szereplőnek, mondjuk a cloudfernek. Na persze azért annyira nem vagyok nagyív, hogy azt gondolom, hogy ezt meg tudom oldani, vagy bármilyen ráhatással adik erre a problémára. Az igazi dolog, ami miatt én elkezdtem ezzel a projekttel foglalkozni, az az volt, hogy nem ment a pár ötbeig. Tehát 2014. decemberében, úgy elég hosszú ideig, mondjuk olyan két hétig nem volt Pirate Bay, és akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy nem lehetne ugyanúgy torrent alapon weboldalakat is csinálni. És akkor gyakorlatilag a karácsonyi bejegylés, az újévi lencsefűzelék között neki is láttam ennek a projektnek, és jelenleg később az első változat, 2015. novemberében. Tehát gyakorlatilag ez egy BitTorrent a weboldalaknak. A legfőbb különbség ennél a protokollnál az az, hogy itt lehetőség van a tartalom utólagos módosítására is. Mivel ennélkül egy weboldal nehezen elképzelhető, ezt pedig egy úgynevezett aszimmetrikus kriptográfiával írja el. Ha csinálsz egy weboldalt, akkor kapsz két kulcsot. Egy publikus kulcsot és egy privát kulcsot. A privát kulcs az csak neked van meg. Ezzel tudod az új módosításokat digitálisan aláírni. A publikus kulcs az viszont maga az oldaladnak a címe. Tehát a többiek ezzel érik el a te oldaladat, és ezt, és a te digitális aláírásodat használva azt is tudják ellenőrizni, hogy az éppen letöltött fájl az valóban tőled az oldalad tulajdonosától származik-e. Nem módosította ezt valaki utólag. Tehát, hogyha valaki meglátogat egy weboldalt ezen a házaton, akkor először is egy a BitTorrent Recollector legképp pár IP címet, ahonnan érdemes elindulni, valószínűleg ezekre az IP címek valamelyikéről elérhető a te weboldalad. Aztán utána megpróbál ezeket csatlakozni és letölteni egy content.json nevű fájlt, ez tartalmazza a szájthoz tartozó összes fájlnak a nevét és a hash-eit, valamint a tulajdonosának a digitális aláírását. Hogyha ez letöltődött és valid az aláírás, tehát hogy minden oké vele, akkor elkezdődik a site többi fájlainak a letöltése, a HTML fájlok, CSS, JS fájlatnak a letöltése, és amint ez végül ment, onnantól kezdve a látogató hasznos tagjává is válik a hálózatnak, tehát onnantól kezdve ő is segít ennek az oldalnak a kiszolgálásában. Hogyha az oldal tulajdonosa egy új módosítást akar végrehajtani, akkor generál egy új content.json fájlt, aláírja az ő privát kulcsával, és elküldi három random peernek, három random korábbi látogatónak. Ők ellenőrzik a digitális aláírást, hogyha minden oké, akkor letöltik az módosított fájlokat, és tovább küldik másik három peernek, de gyakorlatilag ilyen vírusszerűen terjednek el a módosítások ebben a hálózatban. És ennyi az alapja az egésznek. Nyilván azóta elég sok minden belekerült, még van egy SQL adatbázis, tehát adatbázissal is dolgozhatnak a site készítők. Teljes torházat támogatása, amivel el tudják rejteni a IP címüket, akik el szeretnék nagy média fájlokat, szociális hálózatot hoztak rajta bele létre, blogok, fórumok, meg még egy csomó minden más. Jelenleg főleg Kínában népszerű, azért mert így ezzel ki tudják kerülni a kormányzati cenzúrát, és valószínűleg pont emiatt, kb. Pont két héttel ezelőtt felkerültünk a Great Firewall Shine, tehát a kínai nagy tűzfalnak a tiltó listájára, tehát most már hivatalosan is a kormányzati cenzúra ellenfelé vagyunk. A GitHub-on múlt héten értük el a 10.000 csillagot, ami már mondjuk elegendő ahhoz, hogy a top 50 Python-os projektbe belekerüljünk, ami a GitHub-on fent van. És akkor meg is mutatnám, nagyon röviden, hogy hogyan is néz ki ez. Tehát, hogyha letöltöd a klienst és elindítod, akkor
ez a képernyő fog fogadni. Van egy pár olyan weboldal, amit én készítettem, csak hogy megmutassam, hogy mire is lehet alkalmas ezzel a hálózat. Akkor rákattintunk egyre, és akkor, hogyha minden igaz, akkor most csatlakozott a Trojan Trackerek. Hopp, nem, ezt akartam, bocsánat. Ez is egy oldal, de egy blogot akartam bemutatni, ez egy kicsit érdekesebb. Tehát ugyanaz csatlakozott a Trojan Trackerekhez, és már tölti is le az oldalt. Nyilván egy ilyen peer-to-peer hálózatnál az a hátrány, hogy az első szinkronizáció egy kicsit tovább tart, de igazából nem vészes ez sem. És ami érdekes még az az, hogy igazából kész is az oldal letöltése, vagyis még nincsen teljesen kész, még a kommenteket tölti, mert igazából itt kommentek is vannak, tehát ez nem csak egy egyirányú kommunikációs eszköz, hanem olyan weboldalakat is lehet létrehozni, ahol a felhasználók tudnak interaktálni az oldal tulajdonosával, vagy éppen egymással. És hogyha ezt itt megnyitjuk ezt az oldalt, akkor itt mutatja, hogy melyik számítógépekről töltöttük le most éppen a pillanatban ezt az oldalt. Tehát igazából most éppen ez a tartalom, ami lejött, az legfőképpen Kínából, hát egy USA is számítógép is hozzájárult, illetve az Európában volt egy pár számítógép, de igazából bármelyik a pontok közül bármelyiket választhatta volna a számítógépünk, mert elvileg mindegyik rendelkezik az oldal összes tartalmával. Ami még érdekes, hogy tehát, hogyha valaki egy új weboldalt akar létrehozni, az is tök egyszerű, van egy ilyen beépített klónozási feature, mint hogyha megnyomok, és akkor kb. Ennyi kész is, van egy új oldal, ilyenkor a program generált egy új oldalcímet, és gyakorlatilag ez már készen is áll, hogy megtekintse bárki, lehet úgy posztokat írni, vagy éppen a korábbiakat módosítani. És még ami érdekesség szokott lenni, hogy igazából ugyanazt a kriptográfiai eljárás használjuk, mint a Bitcoin, tehát ez azt jelenti, hogy minden létrehozott weboldal az éröltel, egyben Bitcoin wallet is. Tehát az oldal címére közvetlenül tudsz fogadni bitcoinokat, és ezt meg tudod használni. Köszönöm, mennyi lehet volna. Köszönöm. Kérdése, hogy valakinek van, az szívesen válaszolok. Szia, pontosan számomra nem derült ki, hogy a Bitcoin milyen szerepet játszik ebben, de azt tudom, hogy a Bitcoinnál a bányászat biztosítja a teljes biztonságot. Tehát te mivel teszed érdekelti a felhasználóidat a bányászatra? Tehát igazából a Bitcoinnak nincsen szerepe a hálózatban, csak a kriptográfia, a matematika, ami mögötte van, az ugyanaz, mint a Bitcoinnál. Itt nincsen bányászat sem. Tehát igazából ez tényleg ugyanúgy működik, mint a BitTorrent, hogyha valakinek tetszik egy oldal, akkor az lehet, hogy az ő számítógépre és onnantól kezdve tőle is elérhető az. Tehát igazából tényleg tök ugyanaz, mint a BitTorrent, annyi a különbség, hogy itt lehet módosítani is a fájlokat is. És igazából nincsen semmi arra ösztönző dolog, hogy bárki szídelje a szájtokat, vagy hogy tényleg nem tartsa a kliensébe. Én bízok benne, hogy ha valakinek tetszik valami, akkor azt ő csak azért, hogy azt továbbra is fennmaradjon, azt többet fogja tartani a kérdésében, és segít annak a fennmaradásában. Nekem igazából két kérdésem is lenne. Az egyik az, hogy a böngészők is szídelnek? Tehát vett torrent, vagy valami ilyesmin keresztül szídelnek-e? Igen, tehát böngészőn keresztül nincsen, tehát mindenképpen le kell tölteni egy kliást, vagy pedig vannak úgynevezett proxik, mint például most is egy saját proxit használok, mert nem akartam most a gépedet feltelepíteni az irányzat. Tehát igazából vannak ilyen proxik, akik gyakorlatilag lehetővé teszik, hogy az irányítás tartalmakat az ő gépükön keresztül bárki elérje. Tehát igazából ez egy sima HTTP szerver, ami elindult a gépeden, és abban esetben csak számodra érhető el, de ez nyilván megadható úgy is, hogy bárki érhesse ezt, és akkor attól kezdve gyakorlatilag sima weboldalként látszódnak az érvontes tartalmak, és így mondjuk a Google-bot is megtalálni, tehát igazából be is indexelődik. Igen, jó lenne, hogyha ez működne betöltés nélkül,
de én úgy gondolom, hogy jelenleg a böngészők nem volt sok előtt. Tehát a WebTorrent is, én amikor próbáltam, az nem igazán működött jól. A második kérdés az pont erre vonatkozott volna, hogy amikor már vannak service worker-ek, oké, hogy akkor ez Chrome-ban, meg bármilyen Safari-ban működne, de hogy erre fele elmenni, hogy csak böngészőbe, tehát tényleg nem kell semmit sem letölteni. A WebTorrent is már egész jó lett egyébként azóta. Én örülnék neki, hogyha lehetne, de tényleg én úgy gondolom, hogy én amikor legutóbb próbáltam, akkor nem működött egy service worker-ekben, pedig le is van tiltva ez a feature. Ezt próbált elérni a Felosz, a WebTorrent-nek a fejlesztője, hogy ezt bekapcsolják, de teljesen elzárkoztak tőle, mert úgy gondolják, hogy ez veszélyes lehet. Tehát igazából ez nem fog megtenni valószínűleg sosem. Rossz. A változás követés az egész fájlokra vonatkozik, és egy változatot fájl egészében kerül újra küldésre, vagy csak a változtatás? Igen, ez egy jó kérdés, tehát erre is két lehetőség van. Hogyha te éppen online vagy, akkor igazából csak a változást kapod meg, tehát igazából kapsz egy ilyen diff fájlt, ami gyakorlatilag csak azt írja le, hogy éppen melyik sorok módosultak, vagy éppen törődtek, vagy hozzáadódtak. Viszont, hogyha később kapcsolódsz be a hálózatba, tehát hogyha kikapcsolod a számítógépből, akkor viszont jelenleg a teljes fájlra töltődik. Tehát emiatt inkább érdemes kisebb fájlokat, vagy tényleg optimálisan csinálni módosításokat. Akár több részre szétosztani, vagy valamilyen algoritmus alapján. Én azt szeretném megkérdezni, hogy emberileg megijeszthető domain neveket támogatja a rendszer, és hogy azok központi szerver nélkül hogyan fordulnak le ezek a rendkívül bonyolult szám címekké. Igen, a Namecoin nevű blockchain támogatjuk, tehát ott lehet regisztrálni domaineket is. És gyakorlatilag az egy bitcoin fork, tehát gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a bitcoin, csak éppen domain neveket is lehet regisztrálni. És ott lehet cínhatás domaineket csinálni. Utolsó kérdés. Én azt szeretném megkérdezni, hogy az adatbázis változásokat azt ugye nem a tulajdonos osztja szét, és hogy így van versenyzés, vagy hogy nem tudom, elképzelek egy példát, hogy van valami, amit meg tudok venni, és egy darab van belőle, és valaki a hálózat egyik felén megvette, és mire eljut hozzám, addig én is megveszem. Igen, ez egy probléma lehet, de erről jelenleg nem tudok olyan megoldást találni, mivel ez egy peer-to-peer hálózat, ezért azt, hogy ki csinálta előbb azt a tranzakciót, ezt nagyon nehéz megállapítani, mert igazából a módosítások azok timestamp-ben vannak, de mivel az önbevallás alapú, ezért simán mondhatja valaki azt, hogy korábban vásárolt, mint a másik. Esetleg azt történhet erre a megoldás, hogy a szájtnek a tulajdonosa az futott egy botot, és ami az ő számítógépén az előbb elér, igazából ő a nyertes. Köszönjük szépen!